Gazonház oldalán. Okay. Első szó. Igen. Igen. Az egyik feladatban egy helyismereti tesztet kellett kitölteni a Liceum borástornyának teraszán. A földrajz éjszakai akadályverseny első állomásán összesen 11 kérdésre kellett válaszolniuk a csapatoknak. A feladatok megoldásához többször is használniuk kellett a távcsövet. Tikovics Gitta a barátnőjével könnyen megtalálta a város nevezetességeit, hiszen mindketten egriek. Van két távcsövünk, ott van az egyik, és ott van a másik. És le kell olvasnunk ilyen különböző dolgokat így a városból, például, hogy milyen étterem van a dobótéren, vagy mi a felirat a Garzonház oldalán, tehát, hogy így szemlélődni kell. Az egri várban pedig többek között memóriajáték volt, ahol a bemutatott kőzeteket a várfalon kellett felismerni. Az Eszterházi Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézete most először szervezett akadályversenyt a földrajz éjszakáján, amelyre bárki jelentkezhetett. A program sorozat tavaly indult a Francia Nemzeti Földrajzi Társaság kezdeményezésére. Idén már 8 európai ország csatlakozott az akcióhoz. Magyarországon 10 vidéki és 4 fővárosi helyszínen tartottak terepbejárásokat, városi sétákat és konferenciákat. Dr. Patkus Csaba, a Földrajz és Környezettudományi Intézet igazgatója elmondta, az egri akadályversennyel a földrajz fontosságára hívták fel az emberek figyelmét. 8 csapat indul egyébként, van közötte 5 fős család, van közötte 2 fős baráti pár, illetve vannak hallgatóink is, tehát azt mondhatnánk, hogy olyan 40 embert mozgat meg körülbelül a rendezvény. A vetélkedő a Leányka utcában ért véget, ahol a versenyen helytállókat tiszteletbeli földrajzossá avatták.